Megrendezték a többfordulós diszkoszvető verseny második fordulóját a nemrég átadott Bódéi dobópályán. A versenyre már távolabbi vidékekről, Miskolcról, Pécsről és Székesfehérvárról is érkeztek sportolók, így bátran kijelenthetjük, hogy kezd beindulni a sportélet a Bolgárkert szomszédságában létrehozott sportlétesítményben. A szeles időjárás nem befolyásolta a megmérettetést, a pálya kedvező fekvése miatt. Június végén Szombathelyen, illetve az Ajka 60 rendezvénysorozat keretében Bódénak közelmúltban felavatott új, városi dobópályán villantották meg tehetségüket a Bódéi Dobó SK versenyzői. Mindkét helyszínen több egyéni csúcs is született. Kulics Jánostól, a fiatal atléták edzőjétől megtudtuk, hogy az elmúlt egy évben a pályarekonstrukciós munkálatok miatt nem volt lehetőségük összeszedetten, rendszeresen gyakorolni. Ennek ellenére rövid idő alatt elérték, hogy méltó ellenfelé lehessenek az ország más városait képviselő sportolóknak. Erre a szombathelyi megmérettetés is rávilágított, ahol a négy bódéi atléta öt egyéni csúcsot dobott. Farkas Zsóka a női serdülő korcsoportban, súlylökésben és diszkoszvetésben is bizonyított. Súlylökésben 10,55 méter dobott, elverve a mezőnyt, így kvalifikálta magát a serdülő magyar bajnokság 32-es döntőjébe Miskolcra, amit július 14-én, 15-én tartanak. Diszkoszvetésben pedig a maga egyéni 27,62 méteres csúcsával az ötödik lett. Mindez hihetetlen teljesítmény Kulics János szerint, mivel az ifjú sportoló hölgy mindössze két hónapja kezdte el az edzéseket, a szombathelyi pedig az első versenye volt. A juniorok között a bódéi Boros Máté is átlépte a korábban kitűzött 40 méteres álomhatárt, ugyanis 41,92 méter dobott az Ajka 60 verseny második fordulóján. Legközelebb július 14-én, 15-én Bókony Ádám és Farkas Zsóka méreti meg magát a serdülő magyar bajnokságon Miskolcon, majd július 28-án szoríthatunk a bódéi versenyzőkért az Ajka 60 diszkoszvető versenysorozat harmadik fordulójában.